Jó estét mindenkinek! Hát elérkeztünk a ma este talán egyik fénypontjához. Schalke-Splice összecsapás, ma is együtt izgulhatunk Csacsi sikereiért. A múlt hétből okulva, hát az első nap győzelmet arattak, a második nap nem, viszont azért eléggé más a felállás, mivel az első nap ugye hát más kaliberű ellenféle csaptak össze, mint utána, és most fordítva van, úgyhogy meg kell nézni, hogy a Splice-szal mit tudnak kezdeni. Az biztos, hogy ez már a teljes felállás, tehát upset visszatért, ahogy már tegnap is láthattuk. Szervusz, kedves Eri! Szervusz, Lévius! Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Igen, a Schalke most már teljes felállásban játszik, bár a hírek szerint ugye upset még korán sem 100%-os. Igen. Viszont most már nagyon-nagyon akart játszani. Azt hiszem, jól is sikerült azért a bemutatkozása, még hogyha nem is mutatta meg élete legjobb játékát, de szerintem ő is olyan lesz, hogy majd hétről hétre egyre inkább rázódik bele, és talán a szezon végére majd igazán kinőheti magát. Ettől függetlenül elég pozitív volt, amit láthattunk tőle. Nem véletlen, hogy ugye a tegnapi nap folyamán is, azt hiszem, az első választás rögtön hozzáérkezett egy Kogmó személyében. Ha a világot nem is váltotta meg, de le sem szerepelt. Az biztos, megfelelően játszott szerintem, és a Splice a jelenlegi helyzetben nem hozza azt, amit vártunk tőle. Én a Splice-t egy nagyon erős csapatnak gondoltam ezzel az Odaemnek-Szerexi duóval, tehát hogy nagyon is jónak tűntek, de valahogy nem. Tehát ilyen a Wildlife reciproka nálam, hogy őket nagyon jónak gondoltam, és egy talán a legnagyobb csalódás az ideje elszíjező nekem a Splice. És lehet, hogy kicsit túl negatívan értékelem őket, de nekem valahogy nem tetszik a Splice játékra. Igen, a szezon elején, ugye, amikor, vagy még a megkezdés előtt, amikor már lehetett tudni, hogy a Unicorns of Love csapatából ugye több játékos is más csapatot keres, és gyakorlatilag szétválnak, akkor is Cersei-től lehetett olvasgatni a Twitterén ilyen-olyan bejegyzést, hogy úristen, milyen jó csapathoz kerültem, meg nem fogjátok elhinni, meg igen, mindenféle kutyafüle. Hát alapvetően azért, hogyha a neveket nézzük, nem egy rossz roster, talán inkább a lövész az, aki problémásabb lehetne. Ettől függetlenül, mindentől függetlenül talán egyébként így is az egyik legmagabiztosabb tagja a Splice-nak. Viszont tény, ami tény, hogy az Odamné, illetve a Cersei páros, az egyelőre nem hozza azt, amit szerintem vártunk tőlük. Határozottan nem. Sőt, én úgy gondolom, hogy az alsó esvény lehet a gyengébb pontja a Splice-nak, és ez képest a legerősebb a jelenlegi helyzetben. Tehát valahogy ott még nincs meg a szinergia így. És Cussing is, bocsánat, ugyan nem Lux támogatózik, de szerintem magabiztosabb, mint én például előzetesen vártam volna. Igen, Cassinnak kicsit rossz híre van mostanában egyébként, eléggé sokszor bántja a társait. De ennek ellenére mégiscsak visszakerült az LCS-be, tehát hogy aktív helye van megint. És a másik oldal nagyon érdekes, ugyanis Vendera mai napig úgy gondolja, hogy neki a legendás párja az Horgiven és marad is örökre, tehát hogy ő akárkivel fog játszani, nem fog még egyszer, hogy a jó. Ezt azért valahol meg tudom érteni. Lövésszel játszani, mint Horgivennel. De azért igen, ők is csinálják a fistbumpot, amit mi szoktunk. Tehát én úgy gondolom, hogy azért Upset lehet olyan jó lövész, mint Forgiven. Most még nincs, de szerintem kinőheti magát arra szintre simán. Forgiven egy nagyon nagy örökséget hagyott maga után az európai LCS irájában. Talán ugye ehhez csak Reckless érhet föl, vagy a jobb napjaiban Sven. Ezzel tudom, te biztosan vitatkoznál. Nem. Nem? Nem. Azt hittem, te Reckless följebb sorolnád. Ja, hogy így gondoltad, a jobb napjaival Sven miatt nem. Volt idő, amikor Sven jobb lövész volt, ők ketten váltogatták kb. Az első helyet Forgiven visszavonulása óta. Most viszont, amiről ugye mi is beszéltünk, Upset az első mérkőzésért kogmózott. Hát ezen a meccsen erre nem lesz lehetősége, ahogy viszont Kobe sem hozhatja el Kalisztát, sem pedig Cersei Skarner-t. Így van, és nyugdáktól is elvették Ryze-ot. Láttuk az első napon, ugye azért eléggé komoly teljesítmény nyújtott vele még a múlt héten. Csacsi pedig kicsit, mintha izgulna, nem? Tördeli a kezét, meg úgy feszeng. De mindig ezt csinálja. Igen, de most úgy más. Inkább koncentrál. Azt mondta, hogy koncentrál? Hoppá, velkosztiltás! ADM incoming! Nézd ki, ellen elvették, nehogy érkezhessen. Figyelj, azért ment át Westernem, hogy egy rendes csapatba kerüljön. Gonosz vagy. De most nem. Hát ő ezt lenyilatkozta, vagy kiírta legalábbis a Facebookjára. No, viszont Velkoz már biztos nincs. Ez 1000%. Meg hova érkezett volna? Lövésznek, vagy éppenséggel támogatónak, hogyha már ugye Cussingról beszélt? Velkoz? Velkoz lövész szeretné? Hogy lövész, középső ösvényes. Jó, igaz. Amúgy. Igen. Rengert tiltás egyértelműen célzott tiltás Pride Stalker ellen, illetve jelenlegi helyzetében már Pride ellen. Pride Stalker még a hosszú neve volt. Nem baj, van ott még Kha'Zix. És Kha'Zix még elérhető. Így van, de mi van, ha elhozzák? Akkor elérhető Jarvan, elérhető Sejuani. Szóval van még bőven. Zek. Igen, játék lehetősége a dzsungeleseknek. Azért megérkezett, mi lesz az ellenválasztás? Zeket már petszegett el, úgy tűnik, hogy Cersei-hez érkezik inkább. Na várj,
Miről beszéltünk még az előző szezonban? Ki ezeknek a legnagyobb ellenlábasa, akit Cersei elvileg úgy hozott, hogy azt mondták neki, hogy jaj, egy jó választás? Mondjuk egyrészt Rhaegar egy elég erős választás, igen. De nem rá gondoltam. És nem is Evelynre, hanem Poppyra, de az Evelyn amúgy Poppy. Megint csak egy jó választás lehet. Poppy Jungle szerintem most nem működőképes. Jó, de mikor volt? Jó, már azon kívül, igaz. Hogy Zac ellenfelek. Körülbelül a 6.7-es patch óta a szegény Poppy óriási szenveréseken megy keresztül a felső ösvényen, és akárhova. Igazából az, hogy elvették a kolosszus kurázsját, még jobban megdobták a szenveréseit, úgyhogy nem a jelenlegi metájában az biztos. Jarvan Pride Stalker, Pride-nál, nem tudom megszokni. Nekem Pride Stalker maradt kész. Jó, tehát... hát mondhatod a támogatót is Kreponak. Ja, várj! Ja. Hogy már nem Vender a lövész a Schalke 04 csapatánál. Nem bizony, viszont Vender visszakerült az alap pozícióba, ahol támogató játszik. Hiszen ennek mindenki örül, aki közel érzi magát, vagy magának a Schalke csapatát. Nem feltétlenül, nem voltak rosszak ők egyébként az alsó ösvényen. Nem. De az biztos, hogy az eredeti felállás erősebb. Tehát ezt mondjuk, tudjuk be, hogy ez így van. Megérkezik közben Tahm Kench, mivel Vender nagyon is jól játszott. Az Akalin meglepődnék, a Tahm Kench viszont egy abszolút erős, sőt azt is mondhatnánk, hogy top 1-es támogató választás. Ezek után már félig meddig, vagy kis túlzása akárkit lehetne hozni, és nem véletlen a Splice-nak a lövész választása. A középső ösvényen simán ugye megvan náluk is, és ahogy, vagy megvan? Mármint, ja, hogy támogatni megy a Vajgára, arra gondolsz? Mi van akkor? Jó, nem fog egyébként, de... Mehet, simán. Jó lenne kicsit eljátszadozni ezzel a gondolattal, szóval mit fognak majd tiltani a csapatok? Igen. Lövészeket. A Splice-nak lövészt kell tiltani, a Schalkének nem feltétlenül lenne ez célszerű, inkább ugye a támogató karaktereket megcélozni ilyen szempontból, bravo, vagy esetleg előkészíteni a terepet. Egy tiltásra mondjuk Csacsinak a felső ösvényre. Uh-huh. Gnár még elérhető. Igen, többek között. Én is. Orn is benn van, ő is érkezhet. A felső ösvény most eléggé békén hagyták. Ami jó lehet mind Csacsinak, mind pedig Odoamnének. Talán Európa két leglegendásabb felső ösvényesiről beszélgetünk. Jó, nyilván szó az, birtokolja ezt a szerepkört, csak most a saját legendáját építi le éppen az elmúlt évben, meg kicsit idén is. Hát egy kicsit olyan Dyrus effektusban van. Igen, sőt nagyon. De ez még már, mindig bírja. De már a világbajnokság alatt is ez volt, szóval szerintem nem meglepő. Janna tiltás, na ez érdekes. Maradt Alistair, maradt Tarik, maradt Shen. Mi? És maradt Varus. Mi? De hát, csak most megmutatja, hogy miket hozhatna majd el Upset. Aha. Majd utána ki fog választani egy... Árit nem hiszem. Nem hiszem. Igen, Orn, ezt már inkább hiszem. Gnár tiltva, Orn igen. Elhozva. Mi lesz rá a válasz? A Varust akart mondjuk egy bombe dobni, hogy szerintem Upsetik azért nem hoztak lövészt, mert számítottak arra, hogy a Varus nem tiltják ki, és így ő megkapta ezt a hőst. Nem rossz a Varus Tahm Kench kombó, és mi érkezik Csacsihoz? Nagyon jó kérdés. Szerintem, amiről ugye beszéltünk, hogy ha a Schalke elő akarta volna készíteni a terepet esetleg egy Gnárra, ez pont a Splice tette meg Ornnal. De hogy Ornra vajon mi lehet az ellenválasztás? Ó, igen. Ó, a Gangplank. Na, ettől féltem. A Gangplanktől? Igen. Miért? Egyébként, hogyha érkezik az Illyán, akkor az biztos, hogy Cassinghoz megy. Mert ő az, aki inkább Zilliánozik. Elég jó van. Pedig láttuk már a középső ösvényen is egyébként játszani. És Észak-Amerikában is több alkalommal, pedig a Jensen kezei között igazán jól szerepelt ez a karakter. Nem mondom, hogy muzsikát, mert hát nem zenész. Még. Ő inkább az idővel szeret babrálni, úgyhogy... Az ember azt hittné, hogy van ideje zenélni is. Ó. Ugye? Ó. Na, megérkezett. És ez valószínűleg Cassinghoz megy, és Nuzqi fog vejgározni, aki viszont megállta a helyét a metában, én úgy gondolom. Remekül zónázta az ellenfejt, volt elég sebzése, és jól is játszották meg a tegnapi nap folyamán. Alapvetően, ha megnézzük a két csapatot, akkor összességében, de lehet, hogy tévedek, a Splice-nak a választási fázisát erősebbnek érzem. Megvan támogatva a tankokkal, ott van egy olyan középső ösvényes, akinek semmi más nem kell a mérkőzés folyamán, mint idő arra, hogy gyűjthesse a jelzőit. Uh-huh. Kicsit ilyen Názus szindróma. Van egy elmegy lövész, meg egy olyan támogató, aki ezen a mérkőzésen tényleg támogathat. Aki bárkit visszahozhat a halálból egyszer, adott esetben. És ugye ez valószínűleg nem kell majd, hogy éppen a tankok legyenek, akik az első sorban vannak, tehát valószínűleg lesz majd ideje is elhasználni azt a bizonyos korvarást. A másik oldalon viszont van egy Tahm Kench, aki megint csak megmenthet valakit, de ahhoz neki ténylegesen ott is kell lenni, és neki meg kell bírni a pofont. Illetve egy Jarvan, akinek ebben a helyzetben kutya kötelessége lesz tankosítani, mert hogy Csacsi azzal a Gangplankkel nem fog, az egészen biztos, ne is tegye.
nyomja csak fullba a sebzést. Maximum egy sztelák, amit el tudok rajta képzelni, de hát az is sebez. Szóval... Na, ha a Splice-nak a kompozíciót nézed meg, az pedig teljesen máshogyan felépülve. Miért érkezheted Genknek? Alapvetően mi az, amivel Ornn ellen bírni fogod az ösvényt? Gnár. Gnár nincs. Oké, mit választhatsz még Ornn ellen? Benn van még Shen, aki azért a felső ösvénye nem feltétlenül meta mostanában. Benn van Gangplank és benn van Cho'Gath, amire most így hasonló. Meg egy Ornnal szemben szerintem egy Shennel nem tudsz megmaradni. Nem, azt akartam mondani, hogy megmaradsz. Tehát, hogy most akartam még csak nekiállni az elemzés részének. Hogyha megnézed mind Cho'Gath, mind Shen elbukja az ösvényét, és valamikor betankosodnak. Igen. Az is igaz, hogy Gangplank is sem fogja megnyerni a játék korai szakaszában, mert nem arra van szakosodva egy Gangplank, de ennek ellenére életben tud maradni, ha nem kapják el a dzsungelessel megtámogatva, viszont akkor is ki tudja védekezni Pride segítségével simán. Nézzük meg a többi részt. Pride a játék korai szakaszában erős lesz, aztán tankos. Vender óriási tank támkencsként, tehát megvan az első sor. Nyugdak és Upset remekül fognak sebezni, viszont mind a kettőnek kell idő, és igen, főleg Nyugdaknak. Ez a Gangplank arra van, hogy amíg Nyugdaknak nincs meg a sebzése, addig helyettesítse őt, és Upset és Csacsi a középső szakaszban sebezhessenek együtt, hogy fel tudják venni a versenyt az ellenfél sebzés hordozóival. Igen, elméleti szinten működhet, csak gyakorlatban nem vagyok benne egészen bizonyos. És jó, persze még az is valahol Csacsit támogatja, vagy erősíti, hogy a zárótűzzel félig meddig ugye ott tud lenni a csapatharcoknál, és tudja mondjuk lassítani Cersei-t egy érkezésnél, vagy segíteni mondjuk az alsó ösvényét a menekülésben. Uh-huh. Persze a támadásra is jó lehet, de ahhoz meg támadni kell. Nem hiszem, hogy lesz gond. Kezdeményezés potenciál azért rendelkezik a sárke bőven. Tud indulni Nyugdak is, ha feltétlenül kell. Bár az egyértelmű legjobb kezdeményezőjük a Sprite. Neki lesz muszáj elindulni, a többiek csak utána érkezhetnek. Meg persze azért ne felejtsük el a romlásláncás villanásos kombót, amit lehet várusszal is eszközölni. Szerintem pedig a vörös Felerhátnál kezd, ahogy ezt Pride is megtette. Életerőt túlságosan sokat nem bukott, és amíg ugye Pride már elhasználta az egyik újra tölthető italát, addig Cersei-nél ez még elérhető, bár mind a ketten a pengecsőrre néztek ki második táborként. Hát kíváncsi leszek egyébként, hogy hogy lesz majd a haladás a dzsungelben. Egyelőre azt láthatjuk, hogy bizony, a Schalke 04 vagy 04 dzsungelese könnyebben veszi ezeket az akadályokat, és már a kék erősítésnél is van. Végközben Csacsi egy kis aranyat zsákmányolt el ösvény ellenfelé dalon, amikor. Milyen jó lenne, de ezt már lehet kihangsúlyoztam párszor, hogyha ilyenkor az ellenfél toposától venni el az aranyat, akkor érné meg igazán a kleptománi, és akkor kéne nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nerfelni, de egyébként elhagyja el ötleteket, tehát hogy lehet, hogy a későbbiekben kiderülnek ilyen dolgok. Ugye azért, aki régóta játszik LoL-t, az tudja, hogy az egy alapszabály volt, hogy neked az idéző képességed az elején ki van választva, és az végéig stabil. Ja. Az nem változik. Aha. Jó. Akkor most, de szép kábítás egyébként. Upset és Vender is megkapták. Upset robban egyébként a bomba is. Tehát, hogy ez nem változik, és ehhez képest ezt abszolút felrúgta a Riot, és azt mondta, hogy dehogy nem. Most ott változtatod, akarod, az történik, amit szeretnél. Ez mindössze csak a fenyított varázskegyre van szükséged. Ami most éli a metáját, én úgy gondolom, jelenlegi helyzetben. Na, úgy egyszer majd be fog jönni az idézők szurrokába, hogy a hősök rendes fizikával fognak rendelkezni, és milyen szép lesz egy megetetett, felpimpelt Cho'Gath, aki majd eldől valahol a dzsungelbe, és nem lehet majd kikerülni. Blokkolja az áthaladást? Na, ez, majd várt ki a végét, én nagyon adnám. Na mindegy, Vender közben hát kapja a szeretetet egyrészt Cassingtól, másrészt pedig Kobitól, de hát ez még annyira azért őt nem hátráltatja. Láthatjuk, hogy a három életerő itóka mellé most már egy kis sütit is kapott, ezt majd ugye 3 percenként fogja kapni. Ezt ki pedig hazatért és teleporttal jött vissza, így már a jégkirályom érintése is nála van. Csacsi pedig igazából ezt fogja csinálni. Tehát, hogy ezt, amit most láttunk, ezt mindenki jegyezze meg, és ennyi a felső. Fagyaszt és farmol. Nem tud mit csinálni, ez a Gangplank dolga. Háromság hatalma után a kleptomániának köszönhetően azért elég gyorsan eljön majd ez a pont. Tehát ezután majd lesz sebzése, majd már mehet bele harcokba, de az ő dolga annyi lesz, hogy hát ahogy te is mondtad, ragaszt, és farmol. Egyébként visszakapta ezt a régi tárgyat, látod ezt a jó kis őrszemet. Emlékszem, mert ekkora pánik volt, amikor kivették, hogy úristen, hát hogy fogjuk játszani a makrojátékot? Hát nem vették ki. Hát igen, visszarakták. Mindenkinek úgy lehet, mindenki számára elérhető ugyanúgy, ahogy a mana töltő poti is. Csasi, ez kicsit talán túl sok, villan is kell. Ja. Igen, ez ugye egyértelmű, hogy azért ment be, hogy a hordot felrobbantja, és aztán a passzívot rá tudja dobni odaámnél, hogy sebzést osszon ki. Viszont Xerxes érkezés, ez megakadályozza, jó a feldobás, jön Nyugdak, Szurkányit ugye néz ki, akinek egyértelműen villanni kell.
És nem csak az, hogy villani kell, hanem rengeteg életerőt bukott. Azonnal nyomogatni kell a potit, és ez nem biztos, baj. Hogy elég. Ez viszont baj. Igen, Csacsinak azonnal menekülni kell. Jó a hordó használat, oda ám nem egyelőre Csacsi. Ajja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 jj. Ouch, ez fájt. Igen, veszélyes azért a GP választás, hogyha a dzsungeles ráfekszik az ösvényedre. Az elmúlt egy évben számtalan és egy alkalommal figyelhettük meg, ahogy Csacsit fókusz alá helyezik a felső ösvényen. Főleg, és alapvetően igen, nem a Gangplankével van sosem a baj, hanem azzal, hogy ez a karakter ez bizony nem arra való, hogy túlságosan sokáig életben maradj, hogyha sebzést kapsz, hanem hogy inkább a sebzést oszd, és annak köszönhetően, hogy ki lehetett szedni belőle a villanást, gyakorlatilag borítékolható volt az, hogy Cersei még érkezni fog, nem véletlen csapattárs pontosan tudja Csacsinak az erősségeit, a gyengeségeit, meg azt is tudja, hogy egy villanás nélküli Gangplank mennyire sebezhető. Meg is büntették, nem úgy, mint egyelőre a középső ösvényen Niskit, akinek szintén hiány van a villanása, viszont rá azért olyan könnyen nem lehet majd kezdeményezni. Ez igaz, a felső ösvény egyelőre a Splice oldalára billent, bár a farm még mindig Csacsit igazolja, ami hamarosan visszatér majd Odoamnéhoz. Ők azért már találkoztak egyszer-kétszer. Ugye még a Unicorns of Love és H2K színein belül, azért már ismerik egymást. Mindenféleképpen. Viszont nézzük itt meg az alsó ösvényt. Nem vezet Caitlyn farmban, annyira életerőben sincsenek előrébb, sőt, érdekes mindenféleképpen. Én úgy gondolom, hogy azért az Illan, illetve Caitlyn kombónak nagyon sok életerőt kéne eltulajdonítani a várószéktől. Cersei pedig agresszívan tekintget át az ellenfélnek a dzsungelébe, most éppen csak a ráledes kialakításra véget, majd utána haza is tér, Cassie meg időközben bóklászik, megteheti. Hiszen Kobi is még éppen otthon van a saját kis bázisán, kedves néni kardjával már felvértezte magát, illetve, ha jól látom, akkor fejlesztette is az erekje pajzsát Targon vértjére. Ezt Upset is megtette már a mérkőzés korai szakaszában, és még egy reflex íjjal is felruházkodott, ami ugye egyrészt a támadási sebesség mellett azért az alaptámadásaira is rádob némi nemű plusz sebzést. Csutyarák mellett halad el Vendor. Látták ugye az előbb az őrszemen, hogy arrafele van. Cassie pedig csak egyetlen egy bombát tudott bedobni, ami nyugdakat kicsit érintette érzékenyen. Teleportál Niskin megint visszatér. Ne felejtsük, hogy a felnyitott varázskőnek köszönhetően jóval kevesebb a töltési idő ezen, mint nyugdak megtisztulásán. Viszont ennek ellenére a középső ösvényen sincsen még nagyobb buli, közben már elérhetőek a stopper órák, tehát a korai kezdeményezések idejének vége. És esetleg a stopperről a kihasználások ideje érkezett meg. De még van idő. Mindeközben pedig Kobi kihasználja azt, hogy az ösvényén egy ideig szólóban volt, ugye már a hatos szintet meglépte, ezzel sem Upset, sem pedig Vendor nem rendelkezik még, bár ebből túl sok előnyt azt hiszem nem fognak tudni kicsikarni a Splice-os alsó ösvény játékosai. De tény, ami tény, ezzel is előnyben van Kobinak a Caitlynje. Meg hát valamelyik farm előnnyel is rendelkezik, ez igaz, a túloldalon viszont a középső ösvényen éppen nyugdák, aki ledolgozza. Szép a nyílzápor, ami érkezett, ezzel piszkálgatja Upset folyamatosan Kobit, de figyelnie kell a manájára közben, nehogy túl sokat használjon el belőle. Teleporta jött vissza Odoamné az ösvényre, így pedig ugye most már nincs égetés nála. Még Csacsinak sem elérhető a teleportja, farmban viszont tudja tartani magát, nagyjából döntetlenre hozták ki ezt a srácok. És úgy tűnik, hogy nem is nagyon akar Cersei jobban ráfeküdni erre az ösvényre, mint ahogy eddig ezt megtette. Nem. A biztos ösvényelési szakaszt az gyakorlatilag biztosította Odoamné számára, illetve azt, hogy Csacsi azért tudja, hogy bármikor érkezhet felé egy nagy zöld valami, ami leredukálja az életerejét és beletapossa a földbe. Így van, és a kezdeményezés Pride-ot éri jön Nyugdek mögötte, pattanjunk elől, Pride elvillan. Nyugdek viszont eléggé rossz helyre van beszorítva, hogy a sebzést megkapja, Niszki is kapott két szúrást, majd még egy kicsit. Forma-forma csere. Igen. De nem kellett idézői képességet használni a Nyugdeknak. Hát mennyivel másabb lett volna a helyzet, hogy a Cerseinek megvan az ugrása, vagy még éppen a pattanjunk, amikor valószínűleg fejvesztve tisztult volna és villan el. Vagy legalább a Shurimurit elhasználja. Vagy legalább azt. Ugye attól függ, hogy az esemény horizont hova érkezik. Itt ugye ez a megállíthatatlanság az, amit még egy ideig nézhetünk. Aztán meg meglátjuk.
pedig ugye látjuk, hogy most ért ki az esemény horizont, ami nyugdákot érte volna el, viszont ez nem kapta el, erre vigyáznia kell a diszkőnek, mert a nyugdák ilyenkor tud vele harcolni, akkor komoly hátrányba kerülhet. Hopp, az pedig egy romláslánca, és támadják Kassingot, akinek van korvarázsa, viszont villan és kifáraszt. Kobi lövi Vandert, viszont neki van lehetősége Young Xerxes, és elég jó pozícióba érkezhet. Repül is be, és nincs villanás, két ember a levegőben, Vandert viszont megeszi Amstelzt, kiköpi. Így viszont nincs lehetőség a Splice-nak semmit kihozni, csak is upset gyógyítását. Igen, biztos, ami biztos, upset még reflexből rányomott arra az F betűre. Gyógyított egy, hát vagy éppen amire rakta, igen, de... Na, Vander rá tudja köpni a minion-t, Cussingra ez biztos. Kobit viszont hagyták hazamenni. Igazából csak Cussing vesztett némi időt. Ami azért Zilean-nál érdekes. Hát jó, elhasználja a végső képességet és visszanyeri. Az ugrás pedig nem volt jó semmire. Gyakorlatilag ebből nyugdák még farmot sem bukott. Igen, ez komolytan repülés volt. És néz ki, majd mélységi maszkkal kezd egy Azirral szemben? Miért ne? Hát majd esetleg csak a hazatérése után, amit egyelőre nyugdek szépen akadályoz meg. Azt mondja barátom, te még maradsz egy kicsit az ösvényen, amit annyira néz ki nem is bán, hiszen a teleportja megint csak elérhető, sem manában, sem pedig életerőben nem szenved hiányt, úgyhogy simán farmolhat még egy darabig, de talán igen, hogyha tényleg mélységi maszkot szeretne vásárolni, akkor az ősi korok katalizátorát hamarosan befejezhetné. Láthatjuk, hogy mana áramlás övével van ő is felvértezve. Hát mi mással? Upset kellemesen farmol. Vendere kiegészülve az alsó ösvényen, és ebben a helyzetben még azért gyűjtögeti a tárgyakat, hogy legyen elég ereje ennek a Varusnak. Itt teszi ezt egyébként Kobi is, ő viszont ugye cipőre is rendelkezik már. Mindenkit lövészünk. Pride jó pozícióban van, csak óvatosan kell mennie, mert Kobiék sejtik, hogy itt van, ugyanis ott egy őrszemen haladt át. Le is bukott, igen. Így van. Így haza is kell mennie. És eléggé tankos Jarvanunk van megint. Igen, erről beszéltünk még a tiltás, illetve a választási fázisban, hogy ezen a meccsen Pride nem teheti meg, hogy igazándiból sebző Jarvant építsen, akkor sem, hogyha a meccs korai szakaszában neki kellene nagy ráhatással lennie a meccsre, bár ettől függetlenül így is ugye az első rajtaütésből Cersei gazdagod a gyilkossággal. Nézzük, érkezik lefelé, Pride fedezi a sorokat, nehogy bármilyen meglepérhesse őket, Vander pedig Kobit postolgatja, jön upset, a lövés nem rossz, de nem mertek egyelőre kezdeményezni, hiszen nem voltak biztosak benne, hogy hol van Cersei. Túl nagy fan lemaradása nincs upsetnek Kobival szemben, ami azért szép egy Caitlyn ellen, viszont szépen lassan ki fogják ütni aluluk a tornyot. Nem véletlen, hogy Cersei megint érkezik, áthalad az őrszemeken, de ez baj. Ez igen, Cersei érkezik, nem talál el senkit, de az összerántás tökéletes, és a pattanyunkkal viszi el Vendert, akinek még éppenséggel menekülési lehetősége sincs már, a kiköpés sem jön össze. Upset pedig nem tudta segíteni az esemény horizontnak köszönhetően, 2-0 Splice-nak. De az csak 100, illetve 200 arany előnyt jelent. Nyugdák pedig rendesen feltolta az ösvényt, sietnie kell Niszkinek, hogyha nem akarja, hogy fél életerő alá csökkenjen a tornya. Őt ez annyira nem zavarja, szerintem tornyot szeretnének hozni az alsó ösvényen, bár mostanra már néz ki is visszaért a középső ösvényre. És amíg Upset él, addig nem tudnak tornyot hozni. Igen. Bár, megmondom őszintén, annyira ezt nem értem, hiszen korvarázsal rendelkezik Cussing, Cersei-nek volt elég életereje, simán bemertek volna, kiszedhetik Upsetet, aztán bedöntik a torzsot, mindegy. Csak ott volt Pride, veszélyes. Jó. Kobinek nem volt elég manája a harchoz. Igaz, a visszajátásban lehet látni, hogy Vendert lekötötték, helyhez kötötték, Cersei-nek pedig az összedobása nagyon szép, a pattanyumból pedig Upset még éppen ki tud villanni, de hát ez a támogatóján már nem segít, aki azért még biztos, ami biztos jó bekapta Caitlynt. Kis vacsi. Igen. És igen, a következő mérkőzésünk. Hát az eddigi bajnokok között Fnatic és G2. Most jelenleg kicsit rosszabbul kezdték az idén, de ettől függetlenül simán lehet, hogy ez a két csapat a világbajnokságon is összemérheti az erejét. Csacsinak pedig már gyűlik azért a sebzése. Nem feltétlenül a Dwamnén fog ez meglátszódni. De már a 15. percben vagyunk, és megvan a háromság hatalma, és még van stopper órája is. Hát, ja. Amikor szükséges lehetett volna, akkor ugye még nem volt elérhető, azóta pedig gyakorlatilag Cersei oda sem szagolt a felső ösvény környékére, hát minek is tette, igen, Csacsinak már van stopper órája. Ami fontos lehet, hogy Vizi Csacsinak viszont ott van
a záró tüze. És folyamatosan fél szemmel, fél füllel mindig oda kell figyelni az alsó ösvényre, hogy mi lesz az a pont, amikor esetleg lekéne, csak azért lekéne küldeni azt az ultit. Ezért az on kezdeményezésket a narancsal remekül lehet elhozni. Igen. Tehát válasznak nagyon tökéletes rá, itt van közben. Csak hogyha egy ilyen kombor elhasználja a Skorbut ellenszerét, akkor mi marad a Kovács Isten dühére? Kérdezem én. Megölj on. Jó, oké. Okay. Tudsz jobbat? Más nincs? Hát más nincs. Pont ez a lényeg. Igen, csak ebben a harcban nem használtam volna még a Kovács Isten dühét oda, mert nem értem volna meg neki egyértelműen. Most még ugye azért lehet sokszor használni. Csacsi, igen, lövést kapod ám, a passzívot nem engedi, hogy rárobbantsa Csacsi, és jó a feldobás. Ezúttal most nem evett szerintem narancsot. És kap is a sebzést, hoppá nyugdák, surimuri trükk, és az őrszemmel húzza össze. Azért. Ennek ellenére Pride nem érkezik be, hogy segítse társán nyugdák, viszont remekül zónáz azokkal a katonákkal. Hogy a tánci-tánci sebzésből azért. Igen, innen látszik, hogy azért a profi szénáról beszélgetünk, hogy igen. Az ugye a lövéseknek, hát nem is tudom hány százaléka, azért nem talál. Mi az a Kai talál? Ja, igen, ez is tényleg. Ez egy új karakter. Rögtön a dodzsolás mellett van, tudod. No. Ezt nem tudom micsoda. Na, semmi van. Jó. Hát de, mindegy. Az, amikor támogatót kapsz és nem mész be a játékba. Á, értem, köszönöm. No, visszatérünk az alsó ösvényre. Egint felhős sárkányunk van egyébként, ugye ez nyilván a legrelevánsabb célpont az alsó ösvény környékén a tornyok mellett. Amire egyelőre nem lépett ki egyik csapat sem. A 17. percig ez újabb statisztikát igazoló dolog, hogy minél később lépnek ki a felhő sárkányra, az pedig egy újabb robbanás. Nyugdák, ott parkol egy őrszemen, de az ellenőrző őrszem miatt pontosan tudja néz ki, hogy az veszélyes bokor, hiszen ott nem lát semmit. Ezért el is használja a jégkirálynő érintését, és egyenesen lebuktatja Pride-ot. Néz ki, csal. Hát igen. Nem sétál bele a csapdába egy. Kettő még le is buktatja Pride-ékat, most pedig megint az alsó ösvény felé veszik az és irányt. Az ebből visszább kell lépni, igen, vagy mélységi merüléssel visszább kell menni a középső ösvényre, hogy tornyot döntsenek. Így van, de odámna jókor érkezik, és a sebzése sem rossz, a császári falang, szóval elvillan, de visszalöki végül, teleport, érkezik a Kovács Isten dühe, de vacsorára eszi meg Wendell, így viszont a tornyot lehet elbukják, sőt biztos, de odámna és a torony. Már lehet ér annyit, mint az első torony. Pontosan, és azt mondom, ez így a sárkánytól egy nagyon-nagyon-nagyon szép viszont válasz volt. És nézd meg Csacsit. Hát igen, ő is megy tovább a felső ösvénye. Nem tudom, hogy torony döntés lesz-e ebből. Nem, de a következő ebből sorban lehet. Nem. És hogyha az alsó ösvény akartak volna tornyot hozni, a sortűzzel meg tudtam volna akadályozni. Hát azt a középső ösvényre használhat el. És hogyha Wendell nem kapja be oda, amit akkor övé lett volna a gyilkosság, de mindegy, az már elmúlt. És ez két torony egyért. Pontosan. És nagyon-nagyon szép viszont válasz. Így most már abszolút megérte. Szóval mélységi merüléssel rögtön érkeznek Wendellék. A császári falang még éppen, hogy ne kérdezz, hogy hogyan, de betalál. Ahogy egyébként. A lánc is, vagy a romlás lánca, de hát... De hát ez már egy halott igen. On volt, lássuk igen. Be. És igen. Nézd meg, hívők tömjénye is az a Zilean. Az első, amit megvásárolt neki, hogy érkezhessen. Tehát lesz azért támadási sebesség bónusza Caitlynnek mindenféleképpen. Nyugdák pedig a felső ösvényen Kobival találkozik. Más a stratégia egyértelmű, és érkezik Xerxi, nem rossz pozíció. Kassing is mögötte van, de nem mernek bemenni, azért ez mégiscsak egy azír. Pont ezen gondolkoztam egyébként visszatérve Kassingre, hogy amúgy mi mást hozott volna az az illet? Sebzést. Jó. Lehet, csak kompetitív. Tehát... Miért? Hát láttunk már azért. Sebző luxokat is, nem? Igen, éppen Kassingtól. Hát nyilván ezért posztam ezt a példát. Újabb torony, de ezúttal a Splice hozta el, és a felső ösvény. Ugye a tornyok ellása 2-2, viszont a remek forgásnak és a gyilkosságnak köszönhetően azért a Schalke vezetni tud aranyban. Pedig ugye gyilkosság hátrányuk van. A Serkere viszont még mindig nem lépett ki senki, néz ki az alsó ösvény felé, veszi az irányt. Aztán visszamegy, talán kék erősítést szeretne szerteni, a mélységi maszk már elkészült nála nyugdeknál, viszont egyelőre a nasor foga elérhető. Szép a feldobás upsetre, de Wendell ezért van mögötte, hogy eléggé távolra vigye az ilyen helyzetekből. Tamkencs. Szép
szép mentés volt ez Wendertől. Megint türelmes volt, mert kivárta, amelyik Cersei-nek ugye a kis csápjai elhasználásra kerülnek, és csak utána kapta be, hogy ne lehessen utána már Wendert visszadobni. A vörös erősítéssel pedig Hobbi gazdagodik, már meg az ő két linje. Valószínűsíthetően nagy hangsúly lesz majd ezen a karakteren a játéknak a későbbi szakaszában, mert gyakorlatilag Miszki mellett ő a másik sebzés hordozó, nem véletlen, hogy egy kéztárgyal már rendelkezik, hamarosan majd megvásárolhatja magának a statikot is, meg aztán a gyors tüzelőt, a statik már kész. Időközben pedig a Schalke elhozza a mérkőzés első serkenyát, nagyon-nagyon szép volt arra, hogy reszeteljék, és talán esetleg valami sokkal-sokkal fontosabb célpont érkezhessen, mint például egy pokoli sárkány. És tényleg az jön. Hát azért láttam. Igen. Csak nyomatékosítottam a szemedet, hogy... Nem találtam ki. Azt hittem, hogy médium vagy. Neked volt tavaly a sárkány idéző képességed, nem? Igen. Most is megvan, csak... Ja, csak most már később mondod, hogy ne legyen gyanús. Igen. Értem. Pedig azért... Igen. Tudjuk, hogy a médium képzősuli jó hely. Igen. Hány fél éves, Edi, mesélj nekem. Iratkozz be, és megtudod. Ó, szép válasz. No, Splice és Schalke. Egyelőre nem bírnak egymásra, én azt mondom. Kicsit hasonlít a mérkőzés a Unicorns of Love Splice-ra. Az is nagyjából ilyen lassan indult be, és aztán nagyon sokáig tartott. Hát figyelj, te is említetted, hogy legalább három olyan karakterünk van a mérkőzésen, ja, hát akiknek szkélelni kell, akiknek gyűjtögetni kell. Ennek megfelelően a játékosok gyűjtögetnek. Na de igen, csak az a helyzet, hogy ez a Schalkének valahogy most szerintem kényelmesebb, mint a Splice-nak. Igen. Inkább neki kellett volna a játék korai szakaszát erősen megnyomni, mert azért most nem tudom, ezzel a tárgy választásomra azért tud sebezni. Hogyne. Caitlyn pedig, persze ő is tud, de most jelenlegi helyzetben szerintem Varus jobban. Majd még vesz magának szépen egy hurikánt is, bár lehet, hogy jobb lenne. Ajjajj, de szépen kerülték ki a nyúlós kart. Így nem lehetett kezdeményezni egyértelműen. Az is egy lehetőség, szóval hogy... Szóval higanyseje kell venni Jarpsetnek egyébként. Igen. Az is egy lehetőség, hogy a Splice szóval engedi kezdeményezni a Schalke, amíg nincsen előnye. Aha. Tehát, hogy mehet Cersei, hagyd menjen. Császári falangszor el lehet választani. Wendert, ha nagyon nagy baj van, kihozhat onnan valakit, lehet zónázni is. Szóval... Végül is nem is biztos, hogy neki kell erőltetni, amíg nincs meg a játék késői szakasz a kezdeményezés. Hova megy a mélységi merülés? Hova? Hát oda fel Nisqvyért. Wendert is hozta magával upsetet, és van még romlás lánca, most már viszont nincsen. Menekül a villanásával, jó az esemény, Horizon Nisqvy ezt túlélte. És Young Cersei azonnal feldobja Wendert, meg ott jön Cussing. De nem sikerül a kezdeményezés egyik oldalról sem. Hogyha már az előbb a dodzsolást említettük, mint olyat, akkor Nisqvy nagyon-nagyon szépen jött ki a szorult helyzetből. Tény, amit én segítette őt ugye a gyorsítás is, amivel most éppen rendelkezik, de ez ne téveszem, mert segít, majd le fogja ezt is cserélni előbb vagy utóbb, hogyha éppenséggel nagyon kell neki, de talán a gyorsítás annyira nem is. Na mindegy, el tudott jönni a lekötés elől. Köszönhetően pedig gyilkosság ugyan nem lett, de lesz egy harmadik döntött tornya a Schalkénak. És ez is csacsi dönti el. Igen. Hát egy olyan csacsi, aki ott van Lord Dominic-nek az üdvözlete, amikor pedig a kettős hordot tudta feldobni, miközben Odamni teleportál. Így van, és upset is. És nem. Túléli ezt. Odamni végül minek jöjjön, hiszen az alsó ösvény komolyabb fenyegetésbe kerül. Ez pedig úgyis egy 4v3-as szituáció, még nyugdák nincs itt. Most ért haza. Most teleport előnye lehet a Schalke Nullfirnek, viszont ezt jól is kell tudniuk kihasználni. Csacsi otthon, és elindul vissza az alsó ösvényre, miközben Cersei szeretne beugrani, és két ember azonnal stopperoló használt. Pattanjunkat megint Wendert viszik be, Csacsi elkésed a teleporttal, közelebb húz Upset, akinek villanni kell. Lemészárolták Wendert, viszont még csak most indul el Odoanne az alsó ösvény felől. Ez viszont így baj. Így igen, ez tornyot is érhet, ha nem tudja kivédekezni. Upsetre megy a kezdeményezés, és nincs mögötte a támogató, így pedig darabokra tudja széttépni a Schalke lövészét, a Splice. Igen. Ami viszont minimum egy középső tornyot jelent. És lehet, hogy megpróbálják a barannasort, és elég alacsony életerőkkel van, mint Kazim, mint pedig Cersei, de ne felejtsük el. Annyiszor mondom, hogy ne felejtsük el. Na mindegy. Szóval, ne felejtsük el, Cassinnál ott van a korvadás, és ez jó, hogyha megjegyzi mindenki, mert az ilyen csapatharcokban bizony-bizony nagyon-nagyon-nagyon fontos lesz. Hát Upsetnek se jött volna rosszul. Ja, csak rá nem tudja elnyomni. Igen. Ugye?
Abszettnek Vendor nem lett volna rosszul, csak a pattanyunk előtt bevitték a buliba. Igen. Ez is jó meglátás. Na, Csacsi, vagy odaadni? Azt teleporttal együtt már nem egészen fair küzdelem. Jön a Kovács Istendő, Csacsi ezt nem tudja kijátszani villanással, viszont elmenekülhet. Hiába jön ki a végső képessége Veigárnak. Az bőven nem elég ahhoz, hogy most ezt a Csacsit eltüntesse. Igen. Vizi Csacsi a mérkőzés korai szakaszában meghalt egyszer, mert nem tudott mit csinálni. Azóta viszont nem akar. Remekül játszik, ahogy egyébként Cersei is, és most már a kezdeményezés eredményességgel is párosul. A pattanyunkkal be lehetett vinni a mérkőzés legnagyobb tankert, vagy legalábbis a sárke legnagyobb tankert ki lehetett szedni. Csacsi rossz pozícióban, neki vissza kell lépni, nem tudja segíteni a csapatot. Még a hordóval sem, amit egyébként rárobbant Kassingra és Niskire, mert mindeközben Upsetet fel lehetett robbantani. Kassing pedig, hogyha már éppen ott van, akkor azért begyorsítja Cersei-t, hogy ez a kis takony gombóc is simán kijöhessen. Hát nem volt valami nagy sebzés a sárkének. Hát nem. Azért nézd meg. Nem, de alapvetően menekültek. Igen, inkább csak volt sebzi... neki harcolt. Hát nem harcolt. Hát visszapiszkálgatott egy hordót. Kettő. Igen. Egy hordót alatt két emberet. Ja. Nyugdak, Pride, Vendor és Upset 4-es a Baronna sorra, amiről le van maradva Xerxi Kassing, nagyon nehezen lophatja oda, de teleportált, addigra meg lesz a Baronna sor, meg is van. Megom. Gyönyörű játék a sárkétől, Niszkő rohan, ahogy csak tud, jaj, viszont viszi el onnan Vendor az esemény horizontból Upsetet, és ezt most kicsit benézte a Splice. Nagyon szép a villanás Nyugdaktól, és már távozik is Xerxi közeléből. Hiába fut a Splice a Baronna sor után, és semmit nem tehetnek. És mit csinál eközben? Csacsi várja a pokoli serkent, erre pedig ki fog lépni. Nem biztos, hogy lesz elég ideje, mert a Splice nagyon jön. Igen, de lehet, hogy mégiscsak lesz a robbanás. Nem rossz, Csacsi menekül. Nem, ezt el kell engedni. Ezt el kell engedni. Ez egyébként egy minimális áldozat, hogyha Pride ezt nem is tudja ellopni. Azt mondom, hogy adják akkor oda a pokoli sárkány a Baronna sorért. Csacsi azért még megpróbálta. Ez mindenhol megéri. Nincs olyan, ahol ez nem éri meg. Talán ha a harmadik pokoli lenne, nem. Azt akarnám volna mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon hosszú mérkőzésen, hogyha ez elhúzódik esetleg a 70. percig, akkor nem éri meg, nyilván, mert akkor nem lehetett rendesen kihasználni a Baront. Jó, igen. Szeretem a szélsőséges példáidat. De jelen helyzetben ez még egyelőre megérős a sárkénak. Szóval a Baronna soron nagyon szépen léptek ki a kék oldalon játszó játékosok, és utána semmi más dolguk nem volt, mint futni, futni, meg futni, hogy ne lehessen elkapni senkit, és ebben ugye még az is belefért, hogy Nyugdaknak ki kelljen villannia, de hát megint csak Vendort lehet dicsérni, aki szépen tartotta életben, vagy szépen mentette ki szorult helyzetéből lövészét, Upsetet. Igen, szerintem Upsetnek meg van mondva, hogy hallod, felejtsd az esemény horizontot, nehogy elmerd dodzsolni bármikor is, mert azonnal szájba rágunk. Tehát, hogy ez a Vendor majd szépen elvisz onnan a kis gyomrában, te meg azzal foglalkozz, hogy egy piszkálgass az ellenfelet, amíg nem kábulsz el. Kész. Pont. Kobi pedig lepakolja a jó kis Jordul csapdáit. Na. Na. Abszolút szerintem kimaxolta a támadási sebességet. Ezután, jó persze még vehet tárgyakat, meg nyilván fog is, de tényleg a higgenségem ez nagyon-nagyon kellene. Nyugdíjakat jól kapja el, Vendor most ezúttal őt kell, hogy megmentse. Én viszont Pride-ot lövik, Csacsi még mindig nincs itt. Ő a farmol az alsó ösvényen. Igen, csak ugyanezt teszi ugye odaadni is. Hát neki muszáj, mert szembe kell nézni ezzel a Gangplank-kel. Aki egyébként annyira nem lett megbüntetve szerintem, mint nem. Annyira meg kellett volna büntetni. Nem. Mert az oké, hogy most az elején egy nagyon korán meghal, de nézd meg oda, de teljesen le van kergetve az ösvényéről. Akkor lett volna megbüntetve, ha még háromszor megölik. Na majd Pride, ha-ha, nem. Amíg Vendor él, senki nem aggódik semmi miatt. Nyugdák sincs itt. Hova? Igen, miért? Miért kéne itt lennie? Vendor is körülbelül azt mondhatta, amit most én, csak ő még ki is nyújtotta a nyelvét. Igen. És aztán fölfalt a társát. Igen. Igen, ez a hazatérés eléggé kellemes a Baronna sorra kiegészen. Nyugdák még azért kicsit bele is lép, hogy utána is megdes, hogy ő még így is haza tud menni. Ez is egy elég fontos előny a Baronna sor áldásával. Az pedig romláslánc, ami egyenesen telibe kapja Kobit, és mindegy is, mert letörlik a pályáról. Minek használd erre a korvarást, ha esélye sincs, hogy túléli? Inkább ezt szerintem most elengedte a Splice. Nagyon gyorsan halt meg Kobi. Igen, Kobi elszámolta magát, ahogy te is mondod, ezen a korvarás nem segített volna. Viszont melyik tier 2-es tornyot célozza meg ezek után a sárke? Hát nyilvánvalóan az alsót, ahol Lizzy Csacsi is tanyázik. Még lehet gyilkosságot is elhozni, talán egyelőre nem, és még a torony sem bukik olyan sok életerőt. Majd most fog még csak. Csacsi az remekül zónáz, és Upset és Pride párosa pedig óriási sebzéssel, illetve komoly tankossággal rendelkezik, ezért
már nem nagyon tudnak mit csinálni, és a tornyot nem lehet megvédeni. Sárkány ugye nincsen, így a legtöbb, amit tehetnek, hogy kitakarítják a dzsungelt. Még egy torony, ami aláhullott a Splice oldaláról, viszont... Mégis csak egy elvezet a sárke. Így van, és a Baranna sor, hát a végéhez közeledett. Jó. Na, beszéltél itt harmadik pokoli serkenről, hát hogyha három még nem is, de kettő egészen biztosan lesz ezen a mérkőzésen, kérdés, hogy elhozatalra kerül-e majd. Azt viszont nem kéne átengedni a sárkénak, hogyha nyerni szeretne, mert azért 16% az 16% és az nem kellemes sehol sem, főleg akkor, hogyha egy Veigar folyamatosan gyűjti a jelzőket. Nem véletlen, hogy egyébként a sokat említett Vizi Csacsi is Malvorcius bendőjét vásárolt, és ezzel szeretne valahogyan védekezni majd a varázssebzés ellen, de hát nyilván emellett azért még sebezni is szeretne. Erre ezzel a tárgyal lehetősége van. És kezdve nézzük meg a többieket is. Szerintem már azért nyugdek az írjában is van bőven sebzés. Abszett pedig nem mondta meg a támadási Abszett sebességet. Nem. Leteszított királykarnya még kis bónusznak, hogy biztos, hogy meg se öld, sehogy az Istenbe se. És egyébként nem is rossz választás. És hol van az a higany semmivel húgy? Igen, pont ezt akartam mondani, hogy olyan nagyon sokszor mondtam, hogy szerintem, hogyha egyszer megveszi a mérkőzést, azonnal meg fog halni. Lehet. Ha egyáltalán. Nem feltétlenül kell neki azért, mert nagyon jól vigyáz rá Vendor. És igazából lehet, hogy ő fog higany semmivel venni, mert aztán csak szoktuk ezt is látni egyébként, hogy azért, hogy menthesse a társait. A kedvencem az az Eleven Szabjas Rise volt. Az se rossz. Igen, ezt kompetitíven láttad? Igen. Nem rossz. Majdnem mindenkinek volt Eleven Szabjája. Jogos, mondjuk nem árt. Hát figyelj, hogyha már van higanysége, mert most akkor persze, nem, persze, nem persze, fejlesztve nyugodtan. Igen. Igen. Semmi gond nincs ezzel, főleg, hogyha ma az árban ellened egyébként. Igen. Ez pedig egy bemutatott hazatérés, egy hordó. Dehogy hordó. Így látja az ellenfél is, hogy ők most ott hagyták ezt a helyzetet. No. Lassú a meccs, az biztos, de Csacsinak a sebzése rendben van. Nyugdáknak a sebzésével sincsen már gond, és Upset is készen áll. Szerintem a Sárkán most már lassacskán harcolni fog, ha másért nem, akkor legalább a Sárkányért és per vagy a Baronnasorért. Itt azért lehet jó egy Sárkány, hogy még egy Sárkányt ne adjanak oda, és megszerezhessék a Baront is. Cersei indul! Csacsi a célpont, viszont ez nagyon szép a zónázás nyugdáktól, és mennek is előre Pride, ott van, jön a Kovács Isten nőve két emberre a levegőben, ez egyik Csacsi. És ott maradt bent Pride, nem volt elég sebzés a sálkében egyelőre, még csak most kezdődik a buli, néz ki, jól zónáz Upset. Upsetnek nem elég a távolsága ahhoz, hogy ezt le lehessen szedni, így viszont beáldozták Pride-ot, és mindenki fél életerő alatt van a Splice-nál, de senki se halt bele. Márpedig a majdnem halál az nem változtat meg semmit. Jó, ebből így egy sárkány nyert a Schalke csapata, ilyen tekintetben akkor kiegyenlíthetnek a Splice-szal szemben. Na várj csak még, Cersei itt van. Jó, igaz, és rengeteg az életereje. És Odoamninek mindjárt lesz Kovács Isten dühe, de a sárkányban nem tudnak beleszólni. Vendor az, akit nem visz ki Vendor onnan, hiszen nem tudja, jön a Kovács Isten dühe, Upset a levegőben, Upset halott, nem, Vendor villan, és viszi el onnan, és ki is tudja köpni. Így viszont remek játék, de villanásától búcsúzott. Cerseinek még körülbelül 3 másodperc az ugrás. Jaj, de pofátlan. Az pedig nyugdák, akinek nincs elég manája, a villanása viszont már igen. Kobi nagyon fel van gyorsítva, a lövések nagyon jók nyugdákra, jön a segítség, és ez zaba! Azonnal villan Kobi Csacsi arcából, nehogy belehaljon, a korvarást elhasznál egy Upset is elvin, Odoamne is túléli, beragadt Pride, túléli a kármítás, Odoamne, halljál már meg, na! Végre! Csak lelőtte Csacsi! Hú. Hát Kobi félelmetes azzal a Caitlynnel a mérkőzés jelenlegi szakaszában, főleg akkor, hogyha Cassim még meg is gyorsítja őt. És annyira gyors volt, hogy még a hordóval sem lehetett őt eltalálni. Pedig egyébként, hogyha az a hordó betalál, akkor ott valószínűleg Kobi is ott hagyja a fogát, de nem talál, de elfutott előle. Hát igen. Miközben Pride megint csak kaphatja a szeretetet. Hát igen, de most a Baron Nashortól is. Hát is, igen. Igen, de hogy püüüü, de leküld neki egyet. Mennyi innen, szevasz. Mondjuk szerencséje. Ilyen herceket reggelizek. Igen. Hát szerencséje, hogy van barmok vértje, tehát hamarosan visszanyeri az életerejét. Ez így van, viszont nyugdákra érkezett volna Cersei, Csacsi ragad be, azt viszont a skorbut ellenszerében jól védekezte ki. És ott az Azir torony, ami nagyon sok sebzést okoz, Cersei rajta a korvarázs, így még visszatérhet. Pride volt az első sorban, Cersei tud-e menekülni egyelőre? Nem!
viszont az még a passzív képessége, az még mindig életben tartja, és a teleporttal meg is fogja úszni, és kicsit japja a kábítást, csak meghalt végre Xerxi, nyugdát lőtte le végül, jön a Kovács Isten dühe, de egyes egyedül Vendert kapja el a gyomrában upsettel. Ki akarom jelenteni, Xerxi csal, ettől függetlenül a Schalke még így is megszerezheti a baradnasot, csak kimegy, de inkább harcol. Harcolnak bizony Vender, aki próbálta Niszkit bántani, és Niszki nagyon elő van, Csacsi óriásit kapott, de túléli köszönhetően a tárgyának, nyugda kapja a lövést, viszont a pajzsal, amit ad ugye a Surimuri, ez nem annyira érződik rajta. Ott egyszerre ment el a Skorbut ellenszere, így van. A Malmorcius, és minden, és csak azért nem láttuk, hogy a HP-ja nulla lett, mert visszanyert egy csomó életerőt, lett egy csomó pajzsa, és gyakorlatilag nem változott, de ott Niszki szerintem kiosztott egy 600-as sebzést. Így van, de halál félelmező Csacsinak sem volt, hiszen a stopper órának a közelébe se volt a keze. Tehát, hogy nem nyomta le a stopper órát. Igazából lenyomja, akkor meg megölik, tehát mindegy. Na nézzük ezt a visszajelzést. Csacsi lehetne nehéz helyzetben, nem nézzük, nincs visszajátszás, azonnal megy a baron. Kovács Isten dühe, két ember, de megvan a baron nasor. És nem tud mit csinálni a Splice ezekkel a baron nasorokkal. A Schalke most egyébként, amiről Csacsi írt folyamatosan, nem tudok nem kiemelni ezt, a Schalkének elképesztő háttérstávja lehet, mert amilyen makrojátéka van a csapatnak, azzal, hogy Upset most visszatért meg, azzal, hogy kezelték az egész helyzeteket, a célpont elhozásokban, a kifordulásban, a forgásokban zseniálisak. Egy kicsit összeszoknak, és megmerem kockázni, még a koreaiakkal is felvehetik majd a versenyt. Na, ezt azért sokszor elmondtuk a Juli Corzo Flávról, és aztán tudjuk, mi lett a vége, de tény, ami tény. Mi? Most egész jól állnak. Jó. Tény, ami tény, hogy amikor az alsó ősvédje kilépett a Splice, és ahogy arra a Schalke válaszolt, az gyönyörű volt. Az egy olyan megmozdulás, amit egyébként valószínűleg nem fognak majd visszajátszani, vagy lehet, hogy visszajátszak, de... mert külföldön értenek hozzá. De... miért? Van. Igen. De az olyan dolog, olyan kezdeményezés, vagy olyan visszakezdeményezés, amivel meccset lehet nyerni. Miközben Vender megint csak megmenti upsetet. Most mondjam azt, hogy csak a szokásos, de most azért levegőbe Caitlyn, és fordulnak vissza. Vender még életben van, Xerxi is túlélte, viszont beragadtod Oanné, és így ott le lehet törölni a pályáról. Nyugdáknak a sebzése óriási, kiegészülve Csacsival, mögötte már csak upsetnek pár lövésekkel, és azonnal letakarítják a tankot. Tehát ez nem egy Veigar volt, ez bizony egy Ornn volt, és első sor nélkül marad a Splice. Egyes egyedül Xerxi képviseltetheti magát ebben a szerepkörben. De nincsen már Iron Soladik medálja sem. És tége sincs, Korvarázs viszont van. És pont ezért érdekes, hogy miért nem lehetett elhasználni Adamnit? Visszajöttett volna full életerővel sebezhet. Na mindegy, most ezt nem teheti meg így. A Schalke megint csak ostromolhat. Egyrészt Csacsi által a felső ösvényen, aki pedig megy. Éppen most már haza. Visszatér a Schalke is. Mi van, hogyha nem, hogyha oda megy Kassink, hogy elnyomja a korvalást, szerintem egyből ráfordultak volna. Lehet. És akkor Odaemne visszajön, Kassink meghal, Odaemne beragad, tehát hogy rizikós. De folyamatosan ment ott még a harcos Kobinak, meg sebzése van. Jó, mindegy. Nem használta el, meghalt. Nyugdák, nézd, mit fog most venni? Na mit? Ludem visszanget, nem. Azért van, hogy sapkát veszünk, jól van. Nem csalódtam. 438 farmos azír, 4 darab tárgyal. Azt hiszem, ennek a hősnek melyek ez a teljes sebzése. Lehet. Nem tudom, most éppen Gangplank Csacsinak a Gangplankjét nézem, nem Gangplanknek a Csacsiját. 437 a fizikai sebzése. Hát egy hordó, na mindegy. Igen, és azt is néz, hogy a Lord Dominic üdvözletével ugye kiegészülve abszolút igaz sebzéseket osztogat ez a hordó már. Tehát, és hogy fogják megölni őrangyallal? Tehát az még Odoannének is fáj. Ha őt, meg Xerxi telibe kapja egy jó hordó... Tudod, mi van most itt? Né, látom Csacsi sebzéseit. 40. perc, oké, de egy on van a Splice-nál. Már így is készülnek a felpimpelt tárgyak. Igen. De ezt a Schalkének be kellene fejezni. Úgy hittem, hogy a Schalkének be kellene fejezni. A Schalkének. Schalkének, aha. Hát persze, hogy be kéne, mert kell a pont. De hát igen. Csak hogy ténylegesen gyengébb, a Splice nem lesz. Oké, Caitlyn már nem lesz erősebb, de ő már így is eléggé erős. Csak nehezebb lesz megölni. Igen. Ha lecsérj le a cipőjét, nem csérj le, akkor mindegy. Hát igen, és nézd meg, hogy még a Leandro gyötrelme azért nincs kész Niszkvin sem. Szóval ettől függetlenül kellene mennie a Schalkének, és ki kéne használni. Úgyis egy harc dönt. Igen. Úgyis egyetlen egy harc fog dönteni. Viszont az egyértelmű, hogy az elmúlt 10 percben a Schalke magához ragadta az irányítást. A baronnasorok elhozása egész végig sokkal jobban ment nekik,
de maga a harcok is szerintem most már azért az ő oldalukra dőlnek. Csak abszolút a kérdés, azért nyugdak kapott. Igen. A rendteremtő nem is találta el, de ennek ellenére azért nem. Egy jó fejlövés. Fejlövéses azért az... alaptámadás, igen. Hát meg statik síves, meg gyors tűzölő ágyú, szóval... Ja. Na jó, de egy lövéses fél életerő. Hát igen. Jó, de ez... Tehát, érted? Igen. Ez két hit. Ez a barom viszont már nem annyi aranyat hoz, mint amennyit az előző. Ugye ez 3000-es volt, de igazából ebben a szakaszban lassan már mindegy. Na. Egy ősi sárkánya most szépen ellensúlyozhatná adott esetben annak a plusz tárgyait a sárke. De ahhoz azt meg kéne szerezni, és Pride-nak meg életben kéne maradnia megint csak. Kobinak a kétlényesebb, ez óriásit. Aki gyakorlatilag egy harmadnyi életerő van, csak úgy pluszba, mert miért ne? Valahogy meg kell ejteni ezt a kétlényt. Igen. Ha megülik, vége a harcnak. Feltéve, hogy a korvarás nem kapja meg. Igen. Tehát azt mondod, hogy ha a Splice nem csal. Ja, de mondjuk Szaxi is háromszor jön vissza, ha hát, akar, tehát igen. Igen. Tehát nem lesz egyszerű. Jogos, közben egyébként még egy tárgy megerősödött, most az Iron Sword-ik medálják Szaxinél, tehát ez már a harmadik, amit Orn hozzáadott a csapat sikeréhez, és nem tört még be a Schalke a bázisra. Nem. Nem is nagyon tűnik, úgy pedig Csacsi nagyon dolgozik ezen a felső ösvényen, Cersei pedig kezdeményezni szeretnének. Hát nem Vendőrre éppenséggel, hanem Upsetre ez nem jött be. Nem tudták összehúzni Vendert senkivel. Az viszont a tornyot jelent, az nagyon jó, Gangplank azért tud hozni. Na mi lesz? Na mi lesz? Van teleport lehetősége Csacsinak. Odaám nem megy oda, hogy büntesse Csacsit, megvan a torony, ez már majdnem biztos. Már csak az Odaám a Csacsi egy vagy a kérdéses, és az ősi sárkány. Na nézzük, kettő frontot kell figyelni, úgyhogy nézzétek a Csacsiékat, én pedig majd kiabálok a sárkányról. És ki lesz? Megvan! Ziszki hozzá végül a sárkányt, és beragadod a Pride, így ő meghal, és nem tudja a sárke végül elhozni. Az inhibitor Upset sem. Pedig villanásra lesz kényszerítve. Ott van végül a sortűz, az összerántás még jó lehet a minionok? Nem, így viszont nem. Ezzel nem lehet mit csinálni. Egy ember meghalt, az ősi sárkány megvan, viszont Csasi hozott egy felső ösvényes inhibitort védő tornyot. Hát egy tornyot. Az inhibitort nem. És jól láttam egyébként? Csacsin vas elixír volt? Lehetség. Nem biztos, csak amikor ott a kis térképen néztem, akkor olyan eléggé hasonló méretű volt oda a nénak az ornyával, ami meg amúgy nem lenne igaz. Nézd csak, mit vett közben? Egyébként Upset. Megvásároltam Malmucius hát, vendőjét. Ja, csak az a baj, hogy most már nem feltétlenül néz ki, azt jöki a legnagyobb sebzés, de tényleg a pajzs az neki is jól jön. Szerintem azért kell, hogy életben maradjon. Ha néz ki, rányom egy végső képességet, meghal. Úgyhogy az... Ha csak öt élettel is éri túl az a Varusnak, megmáltás konkrétan. Igen. Ami egyébként nincs a játékban a Schalke oldalán. Nem mondanám azt, hogy jelen pillanatban most a Schalke dominálja a mérkőzést. Hát mivel most nem van a sárkány. Na, a visszajátszásból megfigyelhetjük, hogy ugyan szeretett volna Pride érkezni. De halott volt. De néz ki ebbe. Beleszólt, azt mondta nem, enyém lesz az ősi sárkány. Hát az övé lett. Ugyan ki tudna ennek ellent mondani. Az pedig, hogy itt Upsetet sikerül életben tartani, az a gyakorlatilag Vendőr megmentette ezt a mostani mérkőzést, vagy legalábbis a Tier 2-es, illetve az Inhibitor védőtornyot, no meg az Inhibitort is. Meg a mérkőzést szerintem nem túloztál, szóval igen. Mert egy embert el lehet veszíteni egy ilyen helyzetben, és még talán védekezni lehet, lövész nélkül nem. Uh-huh. Ez viszont baranmasor hívás. Ez baj. Nyugdák viszont ott van. Azt viszont nem tudják, hogy ott van. Ő viszont lehet nem tudja, hogy baront hoznak? Nem! És egyébként csak mellékesen megjegyzem, Kobi úgy lőtte ezt a baronosat, hogy ott se volt az odúban, mert minek? Ó, de facepalm! Úristen! Jó, amúgy mit tudott volna csinálni? Bemegy, Kobi meglövi, háromszor meghal. Jó lehet, de nem is kell bemenni, elég, ha beküldi a katonákat, és onnantól ez a... Tehát nem volt messze a Schalke ahhoz, hogy érkezhessenek. Ez igaz. Egy életerő veszteségre. Illetve azért az ősebzését sem szabad elhanyagolni. Nem áll sokáig ez a torony. Hát ez se fog. Igen. Csacsi pedig még mindig az alsó ösvényen van, sortűzzel minionokat akar takarítani, de túl messze van. És lehet, hogy későn jön haza, nem is jön haza. Nem, az ősi sárkány lejárt. De az inhibitor torony pedig még megvan. Vagy volt. Ott az azért torony, ami még egy körülbelül 3 másodperces akadály, és pontosan Csacsi. Ennyi. Csacsi, mit akar itt csinálni? Az inhibitort biztos elbukják. Valahogy már hazamegy Orn, ez már komoly gond. Inhibitor minusz. Csacsi, ezt el lehet hozni, a tornyot még lehet. Jön a Kovács Isten, düet, de Skorbut ellenszere elérhető. Villancsacsi, és megvan a torony. Jó, a torony.
De az inhibitor meg a szerintem Splice a csacsi itt van, akkor is elhozzák ezt az inhibitort, tehát ez megfelelő döntés volt mindenféleképpen. Lehet, mert akkor persze Orn is ott marad, akkor ide kezdeményez a vésőképességével, nyilván. Úgyhogy... De necces volt. Mondjuk úgy, hogy ez a legkevésbé rossz, ami történhet. Tehát ezt is fel kell adni. Ezek olyan tornyok, amiket már szinte védekezni sem éri meg, hiszen pár lövéssel eltakarítanak Caitlyn Baronosor nélkül is. De most a Splice csapata. És egyébként gyakorlatilag Kasingon kívül mindenkinek van felerősített tárgya. Igen. A Splice-ban. Hát azért megmondom, hogy én nem erre számítottam. Tehát hogy a Splice nagyon jó helytár. Igen. Sőt. Hát most jelen pillanatban éppen a mérkőzés megnyerése felé megy. Nem megy be, jó, viszont a romláslánc eltalálja ezt. Egyébként Zeket jön a sebzés, és hát fél életerőre tudja körülbelül leszedni Upset. De azért annyira nem is próbálkozott, az pedig egy hordó volt? Igen, Odoamnére. Az egy hordó volt. Igen, Csacsi sebez. Igen, valószínűleg bármi lesz a mérkőzés vége, Csacsinak a sebzése óriási lesz. Csak amíg ezt mindig a tankokba üti bele, addig nem ér semmit. Az egész Odoamnének mennyi az életereje? Ja, maxon van. Azért az fájt, jön egyébként a Kovács Isten dühen nyugdakot, nem találja el, a sortűz viszont jó helyen van, a horizont sem volt tökéletes, és menne előre a Schalke, nem, csak védekeznek, további egy perc, ami minimum egy inhibitort jelent. Abszolút, ugye most meglőtte Kobi, viszont ez nem feltétlenül volt a nagy sebzés. Jön közben a lövés, Pride-ot találja telibe, ami viszont már szép. Sebzés volt, igen, Szexi megint nem fog beugrani, ez biztos, de befog! Vendor és Upset nem jó helyen gyógyít, de nem villan. Viszont lő, nézd a hurikános varuszt, nézd! Xerxi kapja a sebzést, ott a megváltás, ami életben is tartja őt, életben tartja Xerxit. Van még korvarázs, van még passzív, legalább a passzívot jó lett volna kiszedni. Viszont a varmokvércének köszönhető ez csak idő, semmi más. És az se sok. Ez a probléma, mindeközben pedig már kettő viszont, oldalra igen. Jönnek majd a szuper minionok. Mikael TG-jét elhasználták, Kobin. Hát azt el. Azért van. A Schalke pedig azt kell mondjam, nem védekezett rosszul, de ennél többet nagyon nem tudtak volna kezdeni a helyzettel. Nem, túlélték, mondjuk ki, túlélték. Igen. Csacsi a két oldalsó toronynak a bedöntésével elérte azt, hogyha itt most egyszer majd ászolni tud a Schalke, talán, vagy mondjuk három embert megölni, akkor mehet a mérkőzését, a 47. percben ez már benne van. Viszont az is biztos, hogy nem ők lesznek azok, akik az elkövetkezendő perceket dominálják majd. És nézd csak, a Mamucius vendőjének búcsút adott, mondott Upset, és megvásárolta a vérszomjast. Ja. Az is azért rengeteg pajzsot ad. Igen. A jó kis túlgyógyítással kiegészülve, nehogy lemészárolják a lövészt. Az életerő visszatöltés is fontos lehet, hát bőven lesz majd kibe tudjon sebezni. Azt tuti. Lesz ideje. Ha már csak nem. Tudod, lesz milyen nincs Kobinak? Milyen nincs Kobinak? Cipője viszont tudod, mi nem változott ettől függetlenül? A mozgási sebessége, főleg úgy, hogy Kassing folyamatosan gyorsítja őt. És a Phantom táncossal azért bőven tud majd lőni rendesen. És jön a Kovács Isten dühe. Feldobja egyébként Upsetet, és ez most egyelőre Vendor kezei között, hogy ő életben marad, viszont lőni nem tud. Nyugdak érkezik, és Xerxit most a pattanyunkba beleugrik Pride. Így viszont a hátsó sorba vitték őt. Upsetnek vége! És Upset nélkül sebzés sem marad. Pride-nak is annyi. Hiába az Azir torony, Csacsi is meghal. Jó még a császári falang, de nagyon késő. És a Splice egy pentakillel megajándékozza a Schalkét. Így viszont Csacsiék vereséget fognak szenvedni, ez már biztos. Upset túl korán halt meg a harcban, nem tudott sebezni, nem volt elég ahhoz, hogy bármit is letegyenek az asztalra. És a Splice, akiről azt mondtuk, hogy talán egy kicsit magabiztosabb kezdést vártunk tőlük ezen a mérkőzésen, az utolsó harcban csak bemutatta, hogy van keresni valójuk még itt Európában, bőven. És szépen játszottak. Jaj. Cersei pedig a Unicorns of Love legyőzése után legyőzi a Schalkét is. Úgyhogy ha jól emlékszem, akkor Európában már nincsenek ex-csapattársai. Ja, de várjál, van fölöttük. Igen. Jó. Tőlük pedig kikaptak. Jó. Akkor nem mondtam semmit. Hát szépen visszajött a Splice. Igen. És nagyon-nagyon gyorsan meghalt Upset. Tehát egyszerűen eltűnt a végén. Valószínűleg még nem volt elég pajzsa a vérszomjason, nem tudta túlélni. Itt egy ölelés Xerxi és Csacsi között, ugye? És a Splice ezt most elhozta. Így viszont a Schalke nem lép fel a Misfits, illetve a Vitality mellé az első helyre, hanem ugye 2-2-ben állnak. 2-1-1-es hét után, tehát úgy tűnik, hogy most ez a második hét nem feltétlenül alakult most. Akkor Vendor ugyanolyan jól lövész, mint Upset? Nem, dehogy is. Erről szó sincs, de a Varus most úgy nem váltotta be a hozzá adott ígéreteket.
A Schalkének van még miből tanulnia, viszont a vereségekből lett szerintem a legjobbakat tanulni. Igen, független attól, hogy Wendl nagyon-nagyon sokáig tartotta életben upsetet, és mentette ki minden szorult helyzetből, a Caitlyn alaptámadásokkal, vagy éppen a Vegának az ultiával nehéz bármit is kezdeni, és Csacsinak a gangplankjében sok sebzés volt, de szerintem hiányzott onnan még a tankosság. Nem Csacsi gangplankjéből, hanem eleve a Schalkéből. Igen, ez most nem jött össze, úgy tűnik a srácoknak valahogy a végén. Nem, nem és lehet itt a meccs végső szakaszában ténylegesen jobban járnak. Én biztos, hogy vissza fogom nézni, hogy abszett, hogy halt meg, ki ölt meg, mert gondolom szintén, hogy csak egyszerűen eltűnt, és így nem láttam, hogy mi történik. Körülbelül akkor, hogyha nem ölik meg, ott lett volna az ő ideje, hogy akkor nem fordul, lő, és megnyeri a Schalke a harcot. De úgyhogy ilyen gyorsan eltűnt a lövész. Meg igazából nem is értettem Pride-ot, hogy miért ugrott vissza a pattanyunkba. Tehát, hogy egy pillanatig azt hittem, hogy akkor rá akar menni a hátsó sorra, és így kicsit segítséget kér Xerxétől. Hát, nézd ki, lekataklizmázta, csak ő utána kiment belőle. Igen, először. Mármint, hogy de ő úgy kezdett, hogy a kombójába beleugrott az pattanyunkba, és úgy vitték na be jó, de ebben a harcban. Tehát, elkezd menekülni egy Caitlyn elől. Szóval érdekes volt. Ott már nem lehetett menekülni, szerintem legalábbis. A Schalke alapvetően nem játszott rosszul ezen a mérkőzésen, mert nem lehet azt mondani, hogy rosszul játszottak volna. Összeértek a kompozíciók, és az on plusz tárgyaknak is köszönhetően szerintem a Spice-nak megvolt a lehetőség arra, hogy visszajöjjön a mérkőzésbe. Visszajött. És szépen csinálták. És szépen megnyerték ezt a mérkőzést, abszolút gratulálunk nekik. Még egy mérkőzésünk van Európában hátra. Ami aztán... a Fnatic G2, ezt azért ne felejtsétek el, srácok, ami mindenféleképpen azért még mindig egy rangadónak mondható, egyik csapatot sem szabad eltemetnünk. Kicsit rossz a kezdés, de voltak már rossz kezdéseik, és mégis... Általában azért az első két helyre sorolhatjuk őket, mind a kettőt. Igen, és azért is elmondom, utána pedig Észak-Amerika következik. Utána pedig Észak-Amerika következik. Helyen. Ez így van, 11-től, ha minden igaz, és ma nem is vagyunk csúszásban. Úgyhogy nem sokára visszatérünk, és az utolsó mérkőzésünk a G2 Fnatic lesz.